Ezzel a témával szerintem nem kis fába vágtam a fejszémet, mert én azért szeretném értetően bemutatni és elmagyarázni a titanin katasztrófája körüli furcsaságokat. Azokat a furcsaságokat, amelyek a végleges filmből, a sokak által is ismert filmbe ugye nem kerültek bele. James Cameron is elmondta, hogy forgattak még ezt azt, de azt a filmidő miatt már, már így is hosszú volt a film, ezért azt már nem vágták bele. Ami szerintem nagyon nagy baj, mert így Sokaknak egy téves képük van az aznap este történtekről. Sokan azt mondják, hogy baleset történt, és a film is ezt az oldalt erősíti, de mivel akkor, hogyha azt mondom, hogy nem baleset, hanem egy előre megtervezett menénylet történt, a hajón utazó, nagyon gazdag, befolyásos emberek ellen. Persze, ha így utólag visszatekintünk, akkor miért ne lehetne az, hogy egyes események pont azért következtek be, mert a Titanic elsüllyedt. Gondolok itt például a Federal Reserve Bank rendszerre, ami ugye a Titanic elsüllyedése után egy évvel később létrejött. Miért ne lehetne ez is csak egy következmény, és nem pedig fordítva. Nem szabad azt sem gondolni szerintem, hogy azért süllyedt el a Titanic és vele együtt ez a nagyon gazdag ember is, hogy ez a bankrendszer ez létrejöjjön. Habár furcsa, hogy ez, hogy ez az ember ez pont ellenezte ennek a bankrendszernek a létrehozását, de erről majd még később beszélünk. Először is vegyük végig azokat az eseményeket, amelyek megtörténtek, de a filmből sajnos a filmidő miatt kimaradtak, és szerintem nem kell bemutatnom senkinek a filmet, ez az a film, amit szerintem egyszer már mindenki látott, biztos, hogy látott. Szerintem nem kell bemutatnom senkinek a történetet, az első eztetetlennek, itt hajó egy jéghegynek ütközik, a vészjelzést látták. A Kárpátia úton van a Titanic megsegítésére, de mivel nagyon messze voltak, ezért nem érkeztek időben. A hajó elsüllyed, és sajnos nagyon sokan meghalnak. És innen folytatjuk. Ezen a képen azt a jéghegyet láthatjuk, amely elvileg a Titanic vesztét okozta. Ez a kép a baleset katasztrófa másnapján készült, és hogyha minden igaz, akkor a jéghegyen látszanak a Titanik nyomai, ugyanis hogyha jobban megfigyeljük, a jéghegy oldalán van egy fekete vonal, amit elvileg a Titanic rajzolt oda. Sokak szerint ez a kép az, ami bizonyítja azt, hogy a Titanic valóban egy jéghegynek ütközött. És azért is mondtam azt, hogy elvileg, ugyanis, mint azt tudjuk, a Titanic segítségére a Kárpátia érkezett, Viszont a Kárpátia legénysége egy jéghegyet sem látott a Titanic közelében. Amikor megérkeztek, még furcsálták is, hogy hogy sülethetett el a Titanic, hisz egy jéghegy sincs a közelben, felszívódott a jég, vagy, vagy a jéghegy csak úgy odébb állt. Furcsa volt ez akkor éjszaka a Kárpátia legénységének, de másnap elvileg már több hajó is érkezett a térségbe, és ezt a képet is a Kárpátia egyik utasa fotózta, látszik rajta maga a jéghegy, és egy mentőcsónak is. Lesznek persze még furcsaságok, amelyek egy kicsit árnyalják majd ezt a jéghegy sztorit, bár ezek a képek, amelyeket láthattatok, egyértelmű bizonyítékok a jéghegy jelenlétére, de vannak még más furcsaságok is. Annyit ezért még hat tegyek hozzá, hogy ma már szinte minden szakértő egyetért azzal, hogy a titanika lehető legrosszabb döntést hozta azzal, hogy hátramenetben teljes balfordulatot vett, ez volt kb. a süllyesztjük el a hajót döntés. Ha bárhogy máshogy döntenek, mondjuk észre sem veszik a jéghegyet, és úgy, ahogy van, neki mennek, akkor a Titanic nem süllyedt volna el. Persze így utólag már nagyon könnyű okosnak lenni, de minden esetre szerintem érdekes, hogy a kapitány a lehető legrosszabb döntést hozta. Ne legyünk rossz biztos, hogy csak meg akarta menteni a hajót, csak nem számolt a következményekkel. Apropó kapitány, ez a fotó a Titanic fedélzetén készült, Jobboldalt áll Edward John Smith, a Titanic kapitánya ő volt az az ember, aki mint utólag kiderült, csak úgy halmozta a hibákat, hibáról hibára, és egy kicsit ő is hozzájárult ahhoz, hogy most a Titanic esetében katasztrófáról beszélünk. Fölöppentek olyan hírek, hogy túlélte a balesetet, elvileg a Titanic első érdése után még voltak, akik találkoztak vele, de az ő esetében nem is ez a fontos, hanem és rajtam kívül még sok más szakértő is feltette ugyanezt a kérdést, hogy hogy lehetett egy ilyen ember a Titanic kapitánya? Persze egy nagyon tapasztalt emberről van szó, Tudjuk, hogy milyen karrier áll a hát mögött. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a Titani katasztrófája előtt, körülbelül fél évvel, volt egy másik hajó, a Titanik testvérhajója az Olimpik, ami szinte ugyanúgy nézett ki. És a biztosítási csalásról is beszélünk majd a későbbiekben. Szóval itt volt ez a hajó az Olimpik, ami már az ötödik útján, már az ötödik útján összeütközik egy hadihajóval sokáig pereskedtek is a felek egymással, hogy mégis ki volt a hibás, és hogy miért történt meg ez a baleset, és végül az lett a vizsgálat eredménye, hogy egyetlen ember volt, aki okolható az ütközésért, és ő nem más, mint az olimpik kapitánya, Edward John Smith. Ugyanaz az Edward John Smith, aki a Titanic kapitánya is volt, de a baleset után fél évvel később adták át neki a Titanicot. Teszem fel a kérdést, és amit rajtam kívül már nagyon sokan feltettek és megtettek, miért bízták rá a Titanicot egy, egy, olyan emberre, aki fél évvel korábban egy, egy ugyanilyen kaliberű hajónál szintén balesetet okozott. Azt is olvastam, hogy az olimpik baleseténél is már mások szóltak a kapitánynak, hogy kapitány, lehet, hogy ön most nem lát, vagy nem tudjuk, hogy most milyen világba képzeli magát, de jó lenne, hogyha most már végre visszacsöppedne a földre, mert van itt egy hadihajó, amivel úgy néz ki, hogy ütközni fogunk. És mi volt ekkor is a kapitány válasza? tessék, ütközni fogunk? Hát én nem értek ebből semmit. Jó, persze egy kicsit csarkítottam, de kis túlzással ez volt a helyzet. A kapitány nem látta előre azt, amit rajta kívül már mindenki látott a hajón, és ennek ellenére is rábízták a Titanic vezetését, holott szinte már mindenki látta és látszott, hogy Edward John Smith már nincs a helyzet magaslatán. Lehet, hogy már a, a kora miatt, vagy már a nyugdíjba vonulása járt a fejében, és már valahol a tengerparton képzelte magát szép nyugdíjas éveit töltve de tényleg látszott rajta, hogy nem tud éles helyzetben megfelelő döntéseket hozni, ami végül később, hogyha minden igaz az életébe is került. És most jöjjön az a fejezet, ami a sokak által is ismert 97-es filmből sajnos kimaradt. Egy régebbi filmben kitértek rá, talán egy 50-es vagy 60-as filmben még kitértek rá, de a 97-es sokak által is ismert filmben nem. És azért is volt szerintem ez egy nagy hiba, mert barom érdekes látni, hogy az emberi hülyeség miatt mennyivel máshogy alakulhatott volna ez a történet. A filmben elhangzott az a mondat, és pont emiatt tegnap megnéztem ezt a, ezt a részt, hogy a Titanic segítségére, segítségi hívására csak a Kárpátia jelentkezett, mert más hajó nem volt a közelben. És ez így nem igaz. Tudni illik ugyanis, hogy a titaniktól nem messze, és bocsánat az amatőr rábrázolásért, szóval a titaniktól nem messze 30 kilométerre volt egy másik hajó a Kalifornián, aki, aki szinte végignézte a hajó esőjedését a távolból. Igen, ez valóban így történt, még a Kalifornia személyzete furcsálta is, hogy a Titanic fényei egyszer csak eltűnnek, ekkor tört ugye ketté a hajó, és süllyedt el a mélybe, de ők ugye csak azt hitték, hogy a hajó megfordult. Sőt, még a Titanic jelző rakétáit is látták, de nem reagáltak rá semmit. És egyébként volt még egy halászhajó is a közelben, akik illegálisan haláztak. Ők is látták a Titanic fényeit, látták a jelzőrakétákat, nagyon közel voltak, de ők azért nem segítettek, mert azt hitték, amikor meglátták a fényeket, a Titanic fényeit és a jelzőrakétákat, hogy a hatóság keresi őket az illegális halászat miatt, ezért elhúztak a környékről. A Kalifornián részéről pedig azért maradt el a segítségnyújtás, mert egy azt hitték, hogy a Titanikon épp valami ünnepség zajlik, és ezért lövöldöznek fehér jelzőrakétákat az éjszaka közepén, és apropó fehér jelzőrakéták, elvileg, hogyha baj van, akkor a piros jelzőrakéta jelzi a bajt. Elvileg egy hajó akkor kér segítséget, hogy a piros színű rakéták jelennek meg az égen. Viszont a Titanikon már csak fehér jelző rakéta maradt, mert egy korábbi ünnepségen valamelyik gazdag utas kedvéért ellőtték az összes pirosat és egyrészt a Kalifornián ezért sem indult a Titanic megsegítésére, másrészt azért sem, mert a Kalifornián meg sem kapta a Titanic vészjelzését, így tehát a Kalifornián legénysége szépen nyugodtan végignézte, ahogy a Titanic lassan elsüllyed. Felmerülhet a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy a Kalifornia nem kapta meg a Titanic vészjelzését, hisz a több mint 100 kilométerre lévő Kárpátia, ők már igen, el is indultak a Titanic felé, a Titanic megsegítésére. Hogy lehet ez? Hát ennek az, az, oka egy másik emberi butaság. Tudnélik ugyanis, hogy a Kaliforniám, és most kapaszkodjatok meg, figyelmeztette a Titanicot arról, hogy jéghegyek vannak a közelben. A Titanic figyelmeztetve volt, hogy minket már körbe a jég, és jobb lesz, hogyha ti is estére megálltok, vagy, vagy lassítsatok le, mert nagy az esély annak, hogy ti is találkozni fogtok egy ilyen jéghegyel. És ezen üzenet hallatán és elvileg azért, mert a jel nagyon gyenge volt, ezért a Kalifornia rádiósa ordibálva, kiabálva adta le ezt az üzenetet, ezt a figyelmeztetést a Titanicnak. A Titanic részéről pedig az a válasz érkezett, hogy ne zavarjatok már engem hülyeségekkel, pofa be, épp táviratokat továbbítok. És ekkor mondta azt a Kalifornia rádiósa, hogy oké, okay, én nem foglak már többet zavarni, én elmondtam, amit, amit kell, szépen kikapcsolta a rádiót és elment aludni. És a Titanic bal a Kalifornián pont ezért nem kapta meg a vészjelzést. A Titanic egyik veszte az az volt, hogy nagyon gazdag emberek utaztak a hajón, és a gazdag emberek táviratai fontosabbak voltak, mint a hajók egymás közötti figyelmeztetései. Egy másik hajó fokra pontosan elküldte a Titanicnak annak a jéghegynek a koordinátáit, amelynek később a Titanic neki között. Fokra pontosan jelölve volt a jéghegy, de ezt a Titanicon nem vették észre, mert fontosabbak voltak a gazdag utasok táviratai egy kis kronológia, csak azért, hogy így jobban lássuk az aznap történteket, és lássuk azt is, hogy igen, a Kalifornián megmenthette volna a Titanic utasait. A jéghegyet 23 óra 40 perckor vették észre. A vészjelzést 0 óra 15-kor adták le, amit ugye a Kalifornián a kikapcsolt rádió miatt nem észlelt, de a Kárpátia fogta a jelet, elindultak a Titanic felé, de már késő volt. Az első csónak leeresztésére a kapitány 0 óra 45-kor adott engedélyt, majdnem egy órával a jéghegyel való ütközés után. Elvileg itt is mulasztás történt, mert sokkal hamarabb ki kellett volna adni a kapitánynak az utasítást a csónakok leeresztésére. Az első vészjelző rakétát 0 óra 55-kor lőtték fel. Azért lőtték fel, mert látták, hogy a közelben ott van a Kalifornián. Még a Titanicon meg is kérdezték magukban, hogy hogy lehet az, hogy a Kalifornia nem látja a rakétáinkat? Hát látták ők, csak azt hitték, hogy a Titanicon buli van. Hajnali 2 óra 20 perc, ekkor süllyedt el a Titanic, és a Kárpátia 3 óra 35-kor ért oda. Ha megnézzük az időpontokat, és hozzávesszük azt, hogy a Kalifornia 40 percnyire volt a Titanictól, jól látszik, hogy egyértelműen odaértek volna időben és a Kalifornián már akkor odaérhetett volna, amikor még csak a titanikon a csónakokat eresztették le, de sajnos ez nem így történt. Mivel, mint azt már sokszor mondtam, a fehér színű rakéták miatt azt hitték, hogy a Titanicon valamelyik gazdag bankár most ünnepli a születésnapját. A Titanic szindrómának többféle aspektusa is létezik, mind a gyógyászatban, mind a politikában, de az egyik legelfogadottabb leírása az az, hogy ha valaki nem gondolja valamiről, hogy bekövetkezhet, ezért nem is készül fel rá, és nem is tudja, hogy mit kell tenni, hogyha az bekövetkezik. Pont úgy, mint a Titanic esetében. Senki nem gondolta, hogy ez a hajó elsüllyed, ezért senki nem is tudta, hogy mit kell tenni akkor, hogyha a Titanic tényleg süllyedni kezd. A Titanic személyzetének fogalma sem volt arról, hogy mit és hogyan kell csinálni, azt sem tudták, hogy a csónakokat hogy kell kikötözni. Volt két csónak, amit le sem tudtak szedni, mert túl magasan volt, ezért ott hagyták. A személyzet azt sem tudta, hogy egy csónakba hány embert lehet ültetni, meg sem töltötték rendesen a csónakokat, teljes káosz uralkodott a fedélzeten, mivel korábban el sem gyakorolták, nem volt próbariadó, nem készültek fel egy esetleges süllyedésre, ezért a személyzet hibát hibára halmozott. A mentőcsónakok számáról és mennyiségéről is beszélünk néhány mondatban, mert hogyha jól emlékszem, a filmben ezt sem nagyon bontották ki. Annyit mondtak talán a filmben, hogy Azért nincs elég mentőcsónak, mert túl sok helyet foglal, és nem olyan szép látvány. Ez a valóságban is részben igaz. Viszont ez akkoriban a törvény hibája is volt, mert nem írták elő pontosan, hogy egy ilyen méretű hajónak, mint a Titanic, pontosan hány mentőcsónak is kell, hogy legyen a fedélzetén. Ami azt illeti, volt egy ilyen törvény, egy 1894-es törvény, ami már akkoriban a Titanic volt 18 éves törvény volt, és ezen törvény szerint mindenki szabályosan járt el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a törvény jócskán le volt maradva az akkori technikai szintől, ezért, hogyha már egy hajón volt 16 csónak, mindegy, hogy milyen nagy volt az a hajó, hogyha már volt rajta 16 csónak, akkor az szabályos volt. A törvény szerint, és most lehet, hogy érthetetlen lesznek, de jóval kisebb hajóméret volt a legnagyobb, ami a maximum csónakmennyiséget meghatározta. Kvázi, és csak hogy mindenki értse, a törvény jócskán le volt maradva az akkori technikai szintől, és, és ezzel éltek is a, a hajót üzemeltető társaságok, mert minek rakjunk 40 mentőcsónakot egy hajóra, hogyha a törvény szerint 16 is szabályos. Az ütközés után mindenkit megmentettek a Titanicról, a megmentő a Parizon és a Kárpátia volt, a hajót Halifaxbe vontatták, miután a jéghegynek ütközött. Hát igen, volt, hogy próbálták eltusolni a tragédiát, és ilyen címekkel is jelentek meg akkor újságok, ami, mint azt már tudjuk, egy orvos nagy hazugság volt, mert nem, nem mentettek meg mindenkit, és nem, korán sem vontatták a titanikot sehová, mert az még mindig ott fekszik valahol azóta is az óceán fenekén. Na de, de miért is volt erre szükség? Hát azért, mert a hajót üzemeltető társaságnak már így sem ment valami jól a szekér, és egy ilyen tragédia végleg padlóra küldte volna őket, és hát ebből következik az az elmélet, ami mind a mai napig nagyon sokak fejében élénken él, miszerint 1912-ben nem a Titanic süllyedt el, hanem egy testvérhajója az Olimpik, ami, és mint az ezen a képen is látszik, hát szinte ugyanúgy néz ki. Azt tudni kell, hogy a Titanicnak volt két testvérhajója, úgy is szokták őket nevezni, ugye, három nővér, mert mindegyik szinte ugyanúgy nézett ki. Először volt az Olimpik, majd jött a titanik és jött a Britannik. De a Britannikkal most ez esetben most azért nem foglalkozunk, mert a Britannikot csak a titanik katasztrófa után bocsájtották vízre, így a Britannik nem jöhet szóba ennél az elméletnél. Gyakorlatilag ebből a két képből indult, és itt kapott lángra ez az elmélet, ugyanis és mint azt már korábban említettem, hogy Titanic és az olimpik testvérhajók voltak, szinte ugyanúgy néztek ki. Lehetne olyan játékot is játszani ezzel a két képpel, hogy ki mennyi, ki mennyi, különbséget vesz észre a két kép között. Ami a lényeg, hogy a Titanic felső fedélzete, és mint azt itt is látjátok, félig zárt volt, amíg az olimpik felső fedélzete teljesen nyitott. Ez az a különbség, ami talán észrevehető, és ebből a különbségből akár még távolról is megállapíthatjuk, hogy a Titanicról vagy az olimpikről van szó. A Titanicnak zárt, az olimpiknak nyitott. Mutatnék egy rövid kis képsorozatot, a filmet a Titanicról 1912-ből, egy zárt felső szintet kellene látnunk, viszont ezen a kis videón jól látszik, hogy az a rész ott, az ott már pedig nyitott. Pont olyan, mint az olimpiké. Na most akkor kimond igazat, ki hazudik? Hát elméletileg ezen a videón azért nyitott ott az a felső rész, mert ekkor még elvileg nem fejezték be teljesen a Titanic építését, és az a zárt rész csak később került beépítésre. Erről tanúskodik az utolsó fotó is, ami a Titanicról készült három nappal a katasztrófa előtt. Azon is jól látszik, hogy a felső rész az ott tényleg le lett zárva. Vagyis, hogyha minden igaz, akkor ezen a képen valóban a Titanic indult el az utolsó útjára de nagyon sokan vannak, akik nem így gondolják, és egyébként teljesen logikus mindez, amit az elmélet hívői állítanak. Szerintük a Titanicot üzemeltető társaság annyira a cső célén volt, hisz, mint azt már mondtam, fél éve korábban a katasztrófa előtt Smith kapitány vezetésével az Olimpik egy hadihajóval ütközött, és sajnos a biztosító nem fizetett. Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy jó van, nem fizettek, oké, akkor majd fogtok, átfessük az olimpikot, rájegyük, hogy Titanic, kiküldjük az óceánra, a kapitányt megkérjük, hogy valahogy úgy intéze, hogy az egész egy balesetnek tűnjön: törje egy kicsit meg a hajót, de azért ne süllyesszel, nem messze úgyis ott lesz még pár hajó, ők az utasokat úgyis megmentik. Mi a baleset miatt megkapjuk majd a jó kis pénzt, és minden úgy megy tovább, ahogy, ahogy elterveztük. Ha megvizsgáljuk ezt az elméletet, akkor így már logikusnak tűnhet, hogy miért váltották le a Titanic eredeti kapitányát, mint kapitányra. Viszont ezt, amit cáfolja, az a Titanicról készített ugye utolsó fénykép, másrészt pedig a Titanic egységeinek a gyári száma. Minden egységbe és magába a hajó szerkezetébe is beleütötték ezt a, ezt a, számot, amit nem lehet csak úgy egyik napról másikra kicserélni. A mellett sem menjünk el, hogy ők nem akarhatták a, a Titanic elsüllyedését. Úgy volt, az volt elvileg ezen elmélet szerint a terv, hogy csak megtörik, hogy legyen pénz az olimpik javítására. Nem gondolhatták azt, hogy süllyedjen el, és majd úgy sem tudják majd kiolvasni ezt a, ezt sorozat számot. Nem akarhatták a Titanic elsüllyedését, mert azzal csak sokkal, de sokkal rosszabb helyzetbe hozták volna magukat, és hogyha nem süllyedt volna el, akkor könnyedén kiderülhetett volna ez a csalás a sorozat számok ellenőrzése alatt. Egy másik elmélet szerint a Titanic elsüllyedése egy megtervezett élet volt, na de mégis ki akarná ennyi ember halálát, és mi előnye származna valakinek egy ilyen katasztrófából? Hát így utólag belegondolva nem csak átlagemberek utaztak a hajón, ugye, hanem nagyon gazdag üzletemberek is. Köztük negyedik John Astor, aki a Titanic leggazdagabb utasa volt. Valahol azt is olvastam, hogy a világ leggazdagabb embere, de azért világviszonylatban voltak nála sokkal, de sokkal gazdagabbak. Gazdag volt, de nem a világ leggazdagabbja. Ezen kívül a hajón utazott még Isidor Strauss, egy gazdag üzletember, akinek a történetéből egyébként ez a képkocka is született. És egyébként Strauss felesége volt az, aki az utolsó pillanatban visszalépett a csónakból a hajóra, mert ő neki a férje mellett van a helye. Ezt a történetet később ugye Cameron Jack és Strauss történetébe is beleszőtte. Érdekes, hogy egy napon születtek és egy napon is haltak meg. Innen jött ez a sokak által is ismert nagyon szomorú jelenet de visszakanyarodva, szóval a hajón utazott ugye Strauss is, és még egy gazdag üzletember, Benjamin Guggenheim. Az elmélet szerint ők mindhárman ellenezték a Fed, vagyis egy bankrendszernek a létrehozását, és ezért kellett a hajón a balesetnek hátszázva meghalniuk. Az elméletet erősíti egyébként még az a kis apróság is, hogy John Morgan, aki szintén egy nagyon gazdag dollár, milliárdos bankár volt, ő szintén a Titanicon utazott volna, de az utolsó pillanatban meggondolta magát, és végül nem szállt fel a hajóra. Ellentétben ugye a vetétársai valakik ugye felszálltak a hajóra, és sajnos az életüket is vesztették. A Federal Reserve bankrendszer egyébként a titani katasztrófája után létrejött, mert csakak szerint így már nem volt senki, aki ellenezte. Az elmélet viszont azon a ponton megdőlni látszik, hogy ezen három nagyon gazdag üzletemberből csak egy ember ellenezte a fed létrehozását, és Sidor Strauss, ő valóban ellenezte ennek a központi rendszernek a létrehozását, de a másik két üzletember egyszer sem mondta ki nyíltan, hogy ellenzik a fedrendszert. Lehet, hogy ellenezték volna, de erről ők nyíltan nem nyilatkoztak, így ebből szerintem nem lehet kiindulni. Ezt sokan nem tudják, és maga a film sem tért egyébként kirá. viszont ö, voltak túlélők, akik nem láttak semmilyen jéghegyet, meg sem említették a jéghegyet, szerintük nem volt szó semmilyen jéghegyről. Ők azt mondták el, hogy a Titanic elsüllyedésének oka nem holmi jéghegy, hanem a robbanások voltak. Igen, egyes túlélők robbanásokat hallottak. Volt, aki csak két robbanást, volt, aki négy robbanást, megoszlanak a vélemények, ami nem is furcsa, mert biztos, hogy nagyon nagy volt a pánik a hajón. Viszont amiben egyetértenek, hogy igen, voltak robbanások a hajón, egyes utasok szerint az első robbanás olyan nagy volt, hogy az, hogy az egész hajó egy kicsit oldalra mozdult, és ez egyébként igaz is. Ugyanis, hogyha megnézzük a képeket, ezeket a képeket, akkor ezt a képet akkor jól láthatjuk, hogy a hajó ezen pontja nem kintről befelé hajlott meg, hanem bentről kifelé, ami gyakorlatilag igazolja is ezt a robbanást. És a szimulációk szerint, hogyha nincsenek a robbanások, akkor a Titanic több mint 20 órán keresztül még a vizen maradt volna. És igazából az volt a robbanások oka, annyi történt, hogy senki nem tudta azt, hogy süllyedés esetén érdemes lekapcsolni az áramot a hajón, mert az áram és a sós víz nincsenek jó hatással egymásra, de mivel ez senkinek nem jutott az eszébe, így a sós víz hatására a hajón hidrogéngáz keletkezett, amit valószínűleg egy, egy cikra ugye be is robbantott hihetetlen belegondolni, hogyha valaki lekapcsolta volna az áramellátást a hajón, ami csak egy kézmozdulat lett volna, akkor ez a tragédia nem következik be, mert lett volna még 20 óra, lett volna még bőven idő, elég idő az utasok kimentésére. Ezt a fejezetet a tűz a titanikon fejezetet szinte órákig lehetne taglalni, hiszen egy egész tanulmány is készült róla. Mindenki máshogy látja, szóval ahelyett, hogy órákig beszélnénk róla. Engedjétek meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam az ide kapcsolódó eseményeket az én meglátásom szerint. Ez a kép, mint azt itt is látjátok a titanikról készült, és van ott egy kis fekete csík a titanik oldalán, egyes elméletek szerint ez a kép a bizonyíték arra, hogy a titanik egy korábbi tűzben olyan megsérült pontosabban a tűz miatt a szerkezete olyannyira meggyengült, hogy ezért is tört ketté a hajó, aminek ugye elméletben nem lett volna szabad. Viszont ezen a képen ez a kis fekete csík, ez csak a móló tükröződése, visszaverődése egy nedves felületen. És ha bár való igaz, hogy volt tűz a hajón korábban a szénraktárban, de az korán sem volt olyan súlyos, mint az ezen a képen is látszik akkoriban ezekben a szénraktárokban teljesen normális volt a tűz, de ez inkább nem is tűz, hanem szénizzás, ami akkoriban teljesen normális volt. Viszont a katasztrófa előtt pár nappal valóban volt egy tűz a Titanikon, amit persze mindenki előtt el is titkoltak. És ezért is ment igazából gyorsabban a Titanic, mert valahogy kordában kellett tartani a tüzet, ezért a már égő széndarabokat inkább elkezdték belapátolni a kazánba, ne oda égjen már, ahol kárt okozhat, hanem inkább oda bent a kazánban, és ezért is ment gyorsabban egy kicsit, mint azt előzetesen tervezték. És lényegében, hogyha ez a tűz nincs, akkor ugye a Titanic lassabban megy, és hogyha lassabban megy, akkor elméletben elkerülhette volna a jéghegyel való ütközést. Ami mellett még nem mehetünk el szó nélkül azok a Titanic orrának a szegecsei. Az utólagos vizsgálatok alapján kiderült, hogy a Titanic elsüllyedésének a morzsája már a hajó építésénél el volt vetve. Tudni élik ugyanis, hogy a hajó óránál használt szegecsek, azok silány minőségűek voltak, meg az a gép, amivel a szegecseket beverték volna, az nem fért oda a hajó órához. ezért ezeket a már alapból silány minőségű szegecseket kézzel ütötték be emberek, munkások, ami miatt a hajó szerkezetében ilyen kis apró mikrorepedések keletkeztek, és ezért történt meg az, hogy a jéghegy érintése az ilyen, az ilyen nagy kárt okozott de akár korábbra is visszanyúlhatunk, hisz a szakértők szerint a Titanic kormánylapátja túl kicsi volt a méretéhez képest. Ha csak pár méterrel nagyobb lett volna a kormánylapát, akkor a Titanic időben kitérhetett volna a jéghegy elől. Apróság, de sajnos ez is közre játszott. És hát ezért is mondják azt, hogy ennyi hiba nem fér el egy történetben, mint ami a Titanic esetében elfért, hisz ha kiegészítjük ezt a sort a már korábban is elmondott hibákkal, ha az áram lekapcsolásával valaki tisztában lett volna, hogyha a tűz miatt nem hajtják túl a hajót, vagy hogyha nem herdálják el a piros rakétákat holmi napokra, vagy hogyha a törvény esetleg élesebben követte volna a, technikai, a hajók technikai szintjét, vagy ha a Titanic rádiósa egy kicsit udvariasabb lett volna, vagy ha a Titanic rádiósa a táviratok továbbítása helyett elolvassa azt az üzenetet, amely pontosan jelölte a jéghegy koordinátáit, vagy hogyha a Titanicon nem utaztak volna gazdag emberek, akiknek a táviratok továbbítása volt az éjszaka közepén a legfontosabb, vagy hogyha a törvény előírta volna, hogy a rádiós szobában kötelező a 24 órás ügyelet, vagy hogyha mondjuk Smith kapitány jobban átlátja a helyzet komolyságát, vagy még az is megmenthette volna azt a több száz emberi életet, hogyha senki nem csinál semmit és észre sem veszik a jéghegyet. Hát a Titanic katasztrófája kimeríti a balszerencse fogalmát hisz ha ezen felsorolt hibák közül csak egy nem következik be, akkor a Titanicról még talán ma is úgy beszélnénk, mint a hajóról, ami a maga korában elsülyezhetetlen volt. Még egy-két érdekesség a történethez a túlélők elmondása szerint volt egy férfi a hajón, aki amikor megtudta azt, hogy süllyed a hajó, és mindenki nagy pánikban volt, ő szépen nyugodtan elment barotválkozni, kisminkelte magát, női ruhába öltözött, oda ment egy csónakhoz, és végül megmenekült. Olvastam egy olyan elméletet is, hogy azért nem siettek a Titanic megsegítésére a hajók, mert egy olyan jelet használt, amit ma már ugye nagyon ismerünk, az SOS-t, amit akkoriban vezettek csak be, és ezért nem igazán ismerte még úgy nagyon senki, ezért nem tudták, hogy mit jelent, ezért nem siettek a Titanic megsegítésére. Ez lényegében igaz is, de a Titanic az SOS jel mellett a szokásos üzenettel is, amit akkoriban mindenki ismert, szokásos üzenettel is segítséget kért, szóval ez az elmélet nem teljesen igaz. Egy apróság viszont szerintem nagyon érdekes, hogy volt egy nő, egy nővér, akit úgy hívnak, hogy Miss elsülyezhetetlen, hisz ott volt először az olimpik baleseténél, majd a titanik katasztrófát is túlélte, és a britannik elsüllyedésénél is ott volt, és mindegyiket túlélte az járt a fejében, és mivel az olimpik ugye először nem süllyedt el, ezért azt gondolta, hogy hát ezek a hajók, ezek tényleg baskos darabok, nem lehet őket csak úgy elsüllyeszteni, majd jött a Titanic, ami erre rá is cáfolt. És ezek után azt gondolta, hogy hát nem lehetek én olyan bal szerencsés, hogy felszállok a Britannikra is, az is elsüllyed, ezért felszállt a Britannikra, és később rá is cáfolt, mert az is elsüllyedt. És végezetül hadd meg Robertsont, aki 14 évvel a katasztrófa előtt írt egy novellát, ami egy titán nevű hajóról szól, ami elsüllyed az Atlanti-óceán közepén egy jéghegynek ütközve. Viszont azt sokan elfelejtik is, és, és kihagyják ebből a szép egybeesésből és ebből a, ebből a rejtéből, hogy Robertson a Titanic katasztrófája után átírta a saját novelláját, és újra kiadta. Habár egyes dolgok valóban megegyeztek az eredeti műben is, de azt nem szabad elfelejteni, hogy akkoriban nagyon sok hajót hívtak uh, Titánnak, mert. És a Titanik is azért lett Titanik, mert éreztetni szerették volna valahogy a nagyságát. Ahhoz pedig pláne nem kell jó tehetség, hogy egy hajó jéghegynek ütköze süllyedjen el, hisz, hogy más, hogy süllyedjen el egy hajó. Én elmondtam a történettel kapcsolatban mindent, amit, amit én előzetesen szerettem volna. A zufókat és a német torpedókat szándékosan hagytam ki a történetből, hogyha benneteket érdekel, akkor nyugaton olvassatok utána, én nem láttam fontosnak. Ezt a, ezt a két lehetőséget kiemelni és beszélni róla. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy egész idáig néztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb egy másik videóban. Mindenkinek további szép jó estét és napot kívánok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!